Egy egyszerű, de nagyon fontos kéréssel fordulok Star Wars rajongó társaimhoz. Star Wars kötetekért látogassatok el a szokis.hu-ra. Link a leírásban. Az előző videómban említettem, hogy a mai videóban fogok részletesebben kitérni arra, hogy pontosan Ventress hogyan lett Dooku-nak a tanítványa, és hogy mi volt az ő előtörténete. Mivel az ő életének jelentős mozzanatai eléggé összefutnak Dooku-éval, és a legjelentősebb dolgairól beszéltem már vagy ott az előző videóban, vagy pedig a külön sötét tanítványról szóló videómban, ezeket megtaláljátok az infoboxban. Ezért igazából Ventress életének az egyetlen olyan szakasza, amiről még nem beszéltem egy videóban sem, az az, hogy hogyan került ő Dookuhoz, és hogy mit csinált előtte. Habár a klónok háborújából egy ilyen látomás keretében láthattuk, hogy nagyjából mi történt Ventresszel és hogyan került Dookuhoz, azonban ez nagyon zavaros és foghíjas abban a formában. Az Elveszett Jedi című könyvből azonban egész pontos részleteket is megismerhetünk azzal kapcsolatban, hogy Ventress hogyan került Dookuhoz. Ahogyan tudhatjuk, Ventress a Datomir bolygón született az éjnővérek lányában, amelynek a vezetője Talzin anya volt. Talzin anya valamikor, amikor Ventress még csecsemő volt, oda ajándékozta őt egy Halstead nevű bűnözőnek és rabszolgakereskedőnek. Ennek a körülménye igazából még elég tisztázatlanok, valószínű, hogy valamilyen fenyegetés alá kerültek általa, de az is elképzelhető, hogy védelmet ajánlott nekik egy csecsemőért cserébe. Halstead ezután a földi szállására vitte magával Ventresst, ami a Rattatak bolygón volt található, és innentől kezdve itt nevelkedett. Ventress, habár Halstead rabszolgája volt, viszonylag jól élt, és egyfajta apa figuraként nézett fel a rabszolgakereskedőre, azonban valójában Halstead egyfajta fegyvert akart kovácsolni Ventressnek a képességeiből, és többször is arra utasította őt, hogy megölje bizonyos ellenfeleit. Halsteadet Weak-Way kalózok megölték, legalábbis legelső tudomásunk szerint, ezután pedig egy a bolygón tartózkodó, világtól elszigetelt Jedi Kyne Narek vette a szárnyai alá, aki a fejébe vette azt, hogy megtisztítja majd a Rattatak bolygót az itteni kalózoktól. Narek ezután Ventresst a saját tanítványaként kezelte, és kitanította őt az erő használatára, és így első ízben Ventress valami óra használhatta fel a képességét, miközben megóvták a bolygó lakóit az itteni kalózoktól. Azonban egy alkalommal egy Weak-Way Nareket is lelőtte, így Ventress ismét egyedül maradt, és itt fordult át először a sötét oldalra, amikor megfogadta, hogy bosszút áll a mesteréért, és nagyon sok Weak-Way-t lekaszabolt. A célja azonban a főnökük Kursk volt, akinek azonban sikerült csapdába csalnia és elfognia őt. Ezután Ventress egy arénában gladiátorként harcolt, megint csak mint rabszolga, és ő volt gyakorlatilag a legjobb harcos természetesen, mivel erőhasználóról van szó, az itteniek között. Ide érkezett Dooku egy orgyilkost keresve, és természetesen, amikor megtalálta Ventresst, akkor azonnal a szárnyai alá vette, Kurskot pedig megölte, így gyakorlatilag ingyen vitte el magával. Ahogyan az előző videómban is említettem, Ventress első küldetése, miután Dooku szárnyai alá került, az volt, hogy felkutassa a testvérét Jenzát, amit sikeresen is teljesített, azonban meglepetésére nem vissza kellett szolgáltatni a Dookunak a testvérét, hanem meg kellett ölnie, mivel az nem hitt Dookunak az elveiben. Narek egyébként halála után nagyon sokáig Ventresszel maradt, mint egy ilyen szellemhang. Az igazából nem igazán tisztázott, hogy ez valóban egy ilyen halál utáni élet volt, vagy pedig csak Ventress képzelte be magának. Azonban az Elveszett Jedi című könyv alatt végig egy ilyen diskurzust folytatnak azzal kapcsolatban, hogy Ventress jó helyen van-e jelenleg vagy nem. Ebből igazából én arra tudok következtetni, hogy egyfajta lelkiismeret volt a mesterének a hangja Ventress fejében. Azonban a végén Dookutól megtudhatjuk azt, hogy Halsteadet valójában nem Weak-Way kalózok lőtték le, hanem Narek ölte meg azon a napon, amikor befogadta magához Ventresst. Szóval igazából ez Ventressnek az előtörténete, és így került Dooku grófhoz. Szerintem ez is egy nagyon tragikus történet, és már a sötét tanítványban is nagyon kedveltem Ventresst. Gyakorlatilag fiatal kora óta mindig valakinek a rabszolgája volt, és mindig valakinek az eszközeként kezelték. Csak miután fejvadásznak állt, azóta lett a saját maga ura, viszont akkor is egyedül volt. Az élete pedig úgy végződött, hogy megvédte azt az embert, aki először igazi szabadságot adott számára, a szerelmét, Quinlan Vosst.
Szóval számomra Ventress egy nagyon kedvelt karakter, habár a Klónok háborúja sorozatban főleg az elején annyira nem kedveltem, az Elveszett Jedi, illetve a Sötét Tanítvány könyvek nagyon megkedveltették velem. Azonban ez a videó most ennyi lett volna, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel, hogyha még nem tettétek volna meg, és csatlakozzatok a Porkacserekhez a Facebookon és a Discord szerveren, ezekhez a linket megtaláljátok a leírásban, valamint a komment szekcióban is. És sziasztok, az erő legyen veletek!